Teljes felszabadultság? Győzelem után azért mindig szívesen nyilatkozik az ember. Mennyire volt nehéz ez? Fú, nagyon megkönnyítette most az időjárás, mert majd, hogy nem tökéletes volt. És meg tudtam csinálni tökéletesen azt, amit szerettem volna. Úgyhogy örülök neki, viszont egy picit szerettem volna jobb időt futni. Mint az 50-19, tehát 50 alá akartál menni? Igen. Mi kellene ahhoz? Még akkor itt a gátak között volt hiba, esetleg valamelyik gát között? Ez nem is kell még, meg apró hibáim vannak, amik így talán szabad szemmel nem látható kívülről. De én érzem, hogy egyik-másik gát nem úgy jön ki, ahogy szerettem volna. Tehát ezt kell még összerakni fejbe, és még edzenem kell. A kritika mellett, amit most ugye megfogalmaztál magaddal szemben, azért óriási dicséret, mégiscsak egy világranglista 8. amerikai győztél le, meg a Dohai VB-n 19-ben is ott volt a döntőben 5. Ez azért mit jelent számodra? Hát egyrészt nagyon örülök neki, mert 3 nappal ezelőtt Szlovákiában ő vert meg. Somorja. Igen. Másrészt ő most nincs csúcsformában sajnos, tehát jobban örültem volna, hogy úgy verem meg, hogy csúcsformában. Mindig ilyen maximalista vagy? Nem, csak nagyon szeretnék idén kijutni az olimpiára, és ahhoz egy hajszány, egy jobb időeredményekre van szükség. A 49-70-es nemrégi egyéni csúcs még tovább kell, hogy csökkenjen időben? Hogyha még tudnék futni 2 olyat, akkor meg lenne. Hiszen akkor az 5 legjobb eredmény között... Igen, 5 legjobb átlagát nézik. És van 2 olyan, amit ki tudnál gyorsan dobni, ha jobbat futnál. Igen. Akkor ez a Tokió, ez egy óriási álom? Igen, mondhatjuk.